Sziasztok, gémerek! Én itt vagyok, remélem mindenkinek jól telik a napja. Arra gondoltam, a mai nap a VZ 55-tel fogok játszani, hiszen nagyon sokan kérdeztétek, hogy megéri-e kihúzni ezt a tankot, illetve, hogy melyik a legjobb táros 10-es nehéz tank a játékban, úgyhogy erre a két kérdésre keressük ebbe a videóba a választ, és a videó végén erre megpróbálok válaszolni, addig pedig gurulunk egy pár kört ezzel a tankkal, és megnézzük, hogy milyen teljesítményt tudunk hozni. Igyekszem majd egy ilyen 4500 átlagot egyébként belőni magamnak. Most ugye nem full goal, aranylőszerrel lövök, meg normál felszereléseket használom, hogy lássátok, hogy egy átlag setup-pal mi hozható ki ebből a tankból. Nézzük, már ezt, ha játszunk, dupla arti van, az annyira nem jó, úgyhogy megpróbálom a hegyre fölmenőket meglőni. Nézzük, hogy ez sikerül-e. Hát arról már lemaradtam. STB talán. Egyszer. Illetve a 121B-t meglőttük. 5.32 meg 5.28. Ajjajaj. És ott átkrosszol valaki? 10 másodpercem van még a törtésből. Szerintem azt a 121-et majd letolják. A VZ most megy föl. Nézzük, hogy egyébként fölmegye még, hogy a 121 kitolat-e. Ne, STB, könyörgöm, kösz. Jó. Lehet, hogy most megpróbál egyébként fölmenni valaki. Lehet, hogy... Sőt, most már visszakrosszolok egyébként a hegy alá, mert az Artik ide fognak fókuszálni. Megpróbálunk visszajönni. Megtartom addig a lőszeremet, hát aki néz valaki. Ez nem történik meg, úgyhogy gücsik vagyunk. A mostani terv az lesz, hogy idegesítsem az ellenfelet. Beállok ide a hegy alá, proxizom őket, és a két Artik lehetőleg lebontja a HP-jukat. A Rhino az most megy föl. Sajnos abban nem tudunk lőni. Hát nem tudom, mennyire akarok itt előre jönni, mert ott volt egy T-57 meg egy jakpanzer, azok közel jönnek hozzám. Ez eléggé fájni fog nekem. Az ellenfél elfoglalta a hegyet, de ez még nem jelenti azt, hogy veszítünk, hiszen az egyes sor még mindig megvan, és az nagyon-nagyon fontos ezen a pályán. A vézén ki tudott nézni? Az eszkonkunk egyébként miért hátul kempel a TD-knél, srácok? Arról valaki valami információt tudna mondani? Na mindegy, lényegtelen. Szerintem itt amúgy akarok egy AP-célt árat lőni, hiszen ugye ott van a jakpanzer, ott van a T-57 ezekről, azért könnyen le lehet pattani AP-val. De megpróbálok spotolni itt a Kramwagenünknek, hát ha tud lőni, vagy az Artinak. Oh, 600-at lőtt a vízébe az Arti? Az igen, az balansz, vagy az FV volt? Az 1300 assist nekünk, ezért maradok itt egyébként a hegy alatt, mert ugye akkor proxizni lehet az embereket, és erre sokan nem számítanak ezen a pályán. A jakpanzer kilőtte. Ez azt jelenti, hogy a jakpanzer majd hamarosan meg fog jelenni itt, mert magabiztosak lesznek, hogy itt be tudják tolni ezt a részt. De itt van hátul még egy dupla ágyisunk, meg itt vagyok én, így nem fogják tudni ezt a részt végig tolni. Igazából nekem tényleg semmi dolgom nincsen. Annyi csak, hogy proxizgatom a hegyet, és akkor a csapatársaim meglövik majd őket. Közben egyébként az Object 5-ös is megindult. Ezt a sarkot prémeljük, és reméljük, hogy nem itt jelenik meg a tank, mert akkor baj van. T-57 jakpanzer nem erre jön. Látni, a kis térképen spotolódtak. Lehet, hogy akkor így visszanézek középső részfele. Itt nincs értelme kinézni, úgyse tudok semmit kezdeni. Valószínűleg amúgy a TD az erre el fog jönni. Ez teljesen érthető, teljesen logikus. Még Arti lőtt. Artink is lőtt, a 121-et lehet el tudnám kapni. Ez pont fut el. Egyszer elkapom. Még egyszer nem tudom elkapni? Sajnos. Sajnos 121-et nem tudtam elkapni, és még a lövésem is mellé ment a vézére, plusz még amúgy az Art is meglő. Ez annyira amúgy nem volt megérős tréd nekem. Hogyha két lőszer bevittem volna, akkor azt mondom, hogy talán megérte, de ez így kicsit felesleges volt. Sejtettem egyébként, hogy a vézé lehet, hogy rám píkel. Az F-térénk meg is lőtte. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt olyan nagy gond, T-57. Azt gondolom, hogy középen játszom, az nem jó, Arti úgy szétszpemel engem. Ugye ott kinéz, akkor meg tudom lőni. Hát a visszaabtolatna az a 121. Pont kizumboltam. És nem spotolt ki? Nem spotolt ki? Akkor nem is tudja, hogy itt vagyok. Akkor még egyszer hátatolathat. Gyerünk 121. Tolass ki. Nem mersz.
Egyszer úgyis ki kell nézni, mert úgyis türelmetlen lesz. Térjé ma ott valen. Addig töltök. És fordulok is meg. Ott a T57. Na, most az STB-be proxyolt minket. Az STB-ből is megkapjuk? A STB-ből is megkapjuk, srácok, az 1700 asszisztot. Easy clap. TD-nk. A sarkon fogok visszanézni, akkor azt meg tudom lőni. Jakpanzer is jön ránk. Nem rám jön. Track. Erről a pozing az jó. Ú, abból kaptunk 200 asszisztot. Nagyszerű, abból még meg a track miatt ki is lőtték. Kiváló. Nagyon jó a pozing, srácok. Nem tud belőni az arti. Mindjárt betöltünk, és utána megtúrjuk azt a TD-t. Csak... Srácok, a 490 malfámmal rolloltam 443-at, és ezért bevettem egy 800-asat. Ezt nem igazán tartom fairnek. Hát annyi az alfám, akkor ad lőjem már ki a tankot. Ha tudom, hogy alacsonyabbat lövök, akkor nem nézek ki rá. Ajajaj, az a Wargaming megrabolt minket, srácok. Most amúgy még majdnem full HP-n kéne, nem, az nem full HP-n kéne, hogy üljek, de az a 800-as, azt nem kellett volna bevennem. Nem baj, az Artem legalább kilőtte azt a gamert. De felpusolok ide, hát ha meg tudom lövöldözni itt az urat. T-50-re figyelnem kell. Jön a T-57. És doesn't give a fuck. Egyszer kitárazunk. Lőjétek ki FF-é, vagy valaki átúrol? No. Tudtam, hogy egyébként ez benne van a pakliba, hogy a T-57 lepussol minket, és ugye egyszerre néztek ki ránk, ugye nem is engedtek vissza. A T-57 az full AP-ról meghalt, csak azért, hogy minket letárazhasson. Hogyha lett volna még HP-m, amit ugye nem kopok be a TD-től, akkor ez egy nagyon-nagyon királykör lett volna. Nem mondom, hogy rossz lett, mert 4500-ot meglőttük, amit az meccs elén szerettem volna, plusz még van 5200 asszisztom, úgyhogy ez egy borzasztóan jó kör volt, csak lehetett volna akár még egy 10-12-13 ezer kombinálatos kör is. Na mindegy, srácok, ez van, ugorjunk a következő mérkőzésbe. Már a következő mérkőzésbe is robogunk, srácok, és megnézzük, hogy mit tudunk itt kezdeni. Az ellenfél nagyon erős setupot kapott, hiszen 2 darab AMX is van, ráadásul Platoonba fognak játszani, hogy rájuk mindenképpen oda kell figyelni, ők valószínűleg jól fognak gémelni, illetve nézzétek meg, Object 260, VZ55, az ellenfélnek a setupja egyértelműen erősebb, mint a miénk. Én hoztam egyébként a turbo setupomat, és megpróbáljuk előni ezt az EBR-t, sajnos nem tudom, gyorsan töltök egyet. Még ebbe a pozícióba beérek, talán újra is leszek töltve. Azt a csét meg nem tudom előni, nézzétek meg. Ajajaj. De most belelőttem volna egyet, az nagyon király lett volna. Még valószínűleg akkor is elveszítjük egyet, mert az EBR nem tud vele mit kezdeni. 5, 4, 3, 260. Arti már büntet minket. Még egy Arti büntet minket. Fun. Még be se értem a pozícióba, más standban ülök. Azon, de 260-as egyébként nem tudok mit kezdeni, srácok, őszintén megmondva. Ha ő is élvezi a játékot, jó, van a 260, és mindenki élvezi itt a játékot, srácok. Itt mindenki élvezi, itt mindenki. Jó, hát figyeljetek, srácok. A meccsek az elején nem igazán tudtunk. Ha? Az EBR meg átesett oda. Hogy nem lövik el? Az anyáját. Ha tudom, hogy átesik, akkor meglövöldözöm én is. A VZ-m előre pusolt. És akkor most jön az, hogy kupolát sznájpolunk az AMX-eknek. Ez lesz a taktikánk. Nézzük azt, mennyire tudjuk teljesíteni. Egy? Egybe ment? Ah, 260 crosszol? Másik is eltaláltam, csak nem ütöttem be. Én nekem a bal oldalon van a kupolám, úgyhogy technikailag én nem tudnak engem könnyen beütni. Azt mondom, hogy egyáltalán nem tudnak, mert a testemet be tudják, hogyha rám töltik az aranylőszert. De azért így egészen jól tudok sidescrape-elgetni. Mondjuk egy járom az amúgy veszélyes ott. Három az mindenképpen veszélyes célpontot. Arra, hogy egy picit előrébb urulnak, vagy akarulnak agresszívannak lenni. Ez a tank egyébként nagyon jó meg lehet büntetni, hogy az ellenfél hibázik, hiszen nagyon gyorsan tud nagyon nagy sebzést kiosztani.
Úgyhogy erről jók vagyunk, tartjuk csak a sarkot. Csak 260 elmenne ott, akkor köszönöm, próbálom meglőni. Az 3 az tökéletes huldalma van, az esélytelen, még alany lőszerrel is beütnöm. 260 átlőtt minket. Hol lőtt át egyébként? A torony forgató gyűrűben. I see. Ez kéne, ez hibázzon az E3-as. Lehet, hogy vissza kéne mennem egyébként középre. Csak félek, hogy akkor meg itt ezt a részt letolják. Nem tudom, az Armies-ben mennyit tudnék lőni. Őszintén. Ő nagyon agresszívan játszik ott. Abban egyébként tudja, hogy jövök, mert az EBR az spotolt engem. A másik Amix is itt van. Aj, de gyorsan tolat az Amix. Jó. Nem hiszem, hogy túl akarom ezt píkelni, mert az ellenfél artén már tudja, hogy már minket céloz. Egyelőre jók vagyunk így, nem akarok túl sok HP-t elveszíteni. Egyelőre tartjuk a néztem dőngőt, tartjuk a közepet, a másik oldalt meg nem pusholunk. Ez egyelőre még oké, és nekünk ez a szitu. Jaj, mit kapott az úr? Azon meg elijesztették. Minotauro egyébként mikor ment föl oda? Nem is láttam. Ouch. Már megint túlságosan élveztem egy pillanatra a játékot, majd jött az arté, és már annyira nem élveztem. Az egyik arté egyébként itt van valahol, a másik meg itt van valahol. Visszajövök ide a nehéz tank dühöngőhöz. Mások oldalra nem nagyon tudok egyelőre segíteni. Nézzük. Jó lenne egyébként, hogy valaki repesszen megölni a 260-at, akkor ugye kettő tank maradna itt. Csak tudnánk valamit kezdeni magunkkal. Vézzét, milyen shack size krépet nyom. 3 lőtt. Én szeretem inkább újra tölteni a pizzertára, és új is kell lenni fog. Akkor a GC-be tudod oda lőni. Érdekes. Ja, nagyon pat, amúgy ez a pat helyzet alakult ki itt. Jönnek az AMX-ek, az jó nekünk. Az AMX-ot nem fog tudni megindulni. Vagyis igazából mégis megtud, hogy a Minotauro lejött egyről, és a Minotauro egyébként lejött egyről. Szóval el kéne crossolni. Egyszerű. Töltünk. Ott kinéz a vézi, akkor van gond. Most nézem, egy picivel hátrébb tudott ott, hogy én is beállok úgy, hogy tudjam azt lőni. Hát nézzétek. Most meg fog indulni az ellenfél. Ha Minónak egyébként szükség lenne, hogy fölmenjen ide. Hozzak, meg kell nyerni ott azt a részt, de szerintem nem fogja tudni. Az a vézi az enyém. Mert szerintem most tolatunk nagyon, mert ugye jönni fog majd ez a 3-as. Igen. Nem tud így ellőni. Kicsit bételjük, hogy az arti elé kimenjen. Potant a 260. Én megállok, uram. Amúgy nem állok, meg hazudtam. Jó, ezt akartam. Gyors egy tárat belelövünk a zármasba, aki hibázott. És nem tudnak rám kipusolni, mert ugye itt vannak már csapattársaim, azokat az artilő. Szerencsére misszelt. A Minotauro, hogyha leesne egyébként oda mögé, az külön, a Minotaurónak ki kell azt lőni. Nagyszerű. Igen.
Ezt letrekkelte. Jó, ki is tudnám lőni, de nem. Most tudom kilőni. Jó, szerintem több APCR nem kell, úgyhogy visszatöltünk APIra. Jó, ezt a szituációt nagyon jól megoldottuk. A Minon nagyon jól realizált, hogy vissza kell jönni a hegyre, és le tudjuk tolni így az embereket. Jó, már csak le kell farmolnunk a maradék gamert. Mit, mennyi, még egy tárat ki kéne osszam, hogy nagyjából a 4500 sebzés, amit kitűztünk célul, az meglegyen. Erre még mindenképpen oda kell figyelni. Ott a Progetto visszament már. Progetto megölt az STB-t. Itt jön Cú visszafele. Gyors, itt befordulunk. Följövünk itt, szerintem itt kinézek. Hop, lecsúszik a tankom. Nem adtam fel a téli lánctalpat. Nem lehet tudni, hogy hol az FV. Megvan az FV. Egy. És egy treket tudtunk még neki lőni. Arti lőtt, az Arti ugye itt van. Mehetek előrébb. Az a 261-esünk, az kilőtte 700 HP-ról. Te jó ég. Te jó ég. Az meg lett gémelve az az úr. Pedig hogyha le tudnám tárazni, akkor nagyon-nagyon királyak lennénk. Igen, egy. Jó. És szerintem még egy lövés nem fogok, nem kell bevennem attól a médium tanktól, csak nem kipussol rám. Jó, az Artink fedez, és az enemy Artia nem lőtt ki, viszont a Progetto az elfelejtett minket fedezni. Ojjajaj, szegény 430-ú megérdemelte volna, hogy kilőjön minket. Hiszen egy lövésnyi HP-n voltunk, szimán csak az RNG nem adta neki be. Jó, azt pedig ki tudjuk lőni 72 HP-ról. Srácok, még több is lett, mint 4500, majdnem 5000 sebzés lett. Szerintem jól megoldottuk ezt a szituációt. Az ellenfél egyébként nagyon eldobta ezt a meccset a két AMX-el. Ők, ha nem középen játszanak, hanem a nehéz tank dühöngőben kicsit agresszívabbak, és együtt pusolják be, akkor szerintem ezt a kört meg tudja nyerni az ellenfél, de sok HP-t elbuktak középen, meg tudtuk tartani a HP-nkat, és a Minóval nagyon szépen összedolgoztunk, illetve a csapat összességében jól csinálta, úgyhogy ugorjunk a kövübe. A következő mérkőzésben is gurulunk, srácok, és nagyon agresszívan akarom megjátszani ezt a szituációt, úgyhogy remélem támogatni fognak. Be akarok egyből ide pusholni. Úgyhogy ide szükségem lesz is az aranylőszerre, hogy át akarom ütni a nehéz tankokat. Ezzel fogunk kezdeni, meglátjuk, hogy mennyire jönnek velem a csapattársak. Úgyhogy mennyire leszünk agresszívak. Én remélem, hogy jönnek velem. Egyébként ez a festés borzasztóan jól néz ki ezen a tankon, hogy ez a tök fesztiválos festés. Szerintem az egyik legjobban eltalált. Jelenleg standardben jön velünk, a többi heavy tankot nem látom, hogy erre jönnének. 780-as az nem ide jön, de attól is megpróbálom még ezt a pust. Bejövünk ide. És a célom az, hogy oda bemenjek. Remélem a csapat az követni fog engem. Ó, nézzétek! Jó. Szerencsére egy ingyen tárat tudtunk lőni. És amúgy így, hogy belelőttek. Mi meg fogunk tudni lőni. Szerintem az átlőhető az a dolog ott. Egy. És még egyet tudok belelőni. Nagyszerű. Az egyik legveszélyesebb tankot kivettük a játékból a meccsnek az elején. Ez nagyon jó volt. Én ugye turbót választottam ide, pontosan azért, hogy előbb tudjak beérni, mint ő. Szerintem ez jó döntés volt így összességében. Várunk. Várunk. Nézzük azt az E5-es, meg tudom ott lőni. Most a hasát lőttük meg. Most már meg tudom lőni. Nagyszerű. Igen, talán nem már nincs szükségem annyira az aranylőszerre. Arra kéne még figyelni, hogy amúgy itt ne jöjjenek be, és akkor jók vagyunk. Ami 9 másodpercem van a töltésből. Tortoise már mögöttünk áll. Hát előrefele nézek ki, hátrafele kéne.
Tortoise nem ránk figyel, lőtt. Kupláját be tudom lőni. Egy. És még egyet be tudjuk finisálni. Nagyszerű, srácok. Eddig nagyon jól alakul a mérkőzés. Eddig borzasztóan jól alakul nekünk a mérkőzés. Te itt szerint, az mit fog kapni, te jó ég. No, amúgy egymást blokkoljuk. Pedig amúgy simán ki tudtuk volna lőni. Szeretném letrekkelni, mielőtt belelő a jakpanzer. Így megkaptam azt. Azt kell, hogy kigyújtson. Belülünk még egyet. Amúgy az igaz, mert így ki tud tárazni. Igen, srácok, ezt elrontottam ezt a kört. Nem kellett volna sárfutúra megállnom lőni egyet, mert így le tudott minket trekkelni. És ugye innen lőttek ki. Ki volt az, aki lőtt? Igen, a CC belénk lőtt egyet, és így a sárnak ugye egy lövés voltam. Ez rossz döntés volt, az volt a gond, hogy egyébként egy picivel jobb lett volna előbb kijönne 705-re, sajnos ugye a 780-unk és a jakpanzerünk egy kicsit blokkolta a kiállatot, és nem tudtam kijönni. De mindegy, srácok, ez sem volt egy rosszul sikerült karika, szerintem jó volt, hogy agresszívan tudtunk játszani a mesnek az elején, kivettük a 10-es tankot, ott a végén egy picit hibáztam, úgyhogy ez a kör nem lett 4500, de hogyha jól számolom, akkor ilyen 4500 lesz a három mesnek az eredménye, úgyhogy ugorjunk ki a garázsba, és akkor megpróbál megválaszolni nektek a két kérdést, amit a videó elején felraktam. Itt is vagyunk a mesnek a végén, srácok, sajnos az ellenfél csapat a borzasztóan jól játszott, úgyhogy le tudták hozni a mérkőzés. GG's nekik, nagyon szépen játszottak, T30-től 6K The Beach, STRV-től 3000, nagyon-nagyon szépen csinálták, úgyhogy gratulálok nekik. Nézzük meg egyébként a statisztikánkat, sikerült a 4500. Éppen, hogy nem, srácok, egy lövésem múlt. Ó, kerekítve egyébként, még mindig megvan a 4500, de illetve nézzétek meg, az átlagos közreműködésünk az 2500 volt, tehát ugye kerekítve 7000 kombinátot hoztunk ezzel a tankkal, amivel én bőven elégedett vagyok. Ez amúgy Gunmark szempontjából nagyon jó session, és ezzel simán meg lehet már csinálni a három kiválóság elett, hogyha valaki ezt szeretné erre a tankra. Úgyhogy az első kérdésre válaszolva, hogy megéri-e kiúzni ezt a tankot, én azt gondolom, hogy abszolút igen, borzasztóan erős az, hogy ki tudsz nézni a fedezék mögül, és 2 másodperc alatt kiosztasz 2x490-et. Sokszor az ellenfélnek reagálni nincsen ideje arra, hogy mi történik. Ugye ez a tank, ez körülbelül olyan, mint hogyha a boroskóla reggel nem a kis műzliét ette volna meg, hanem bevágott volna egy nagy fehérje turmixot, azt lement volna az edzőterembe, és kigyúrta volna magát, és tier 10-es tank lenne belőle, csak ugye ez a tank mellette még ugye páncélozott is. A frontpáncia az egészen jó, lehet vele sidescrape-elni, ezek a vállai belőhetőek itt, hogyha nagyon túlforgatja magát, illetve az alsó része itt a lánctalpának, illetve a kupolája is egy gyenge pont, de hogyha találtok egy sarkot, ahol úgy tudtok kinézni, hogy a kupolátok a másik oldalon van, akkor igazából nagyon kellemes vele a játék, és tényleg a brutális burst damage-e az nagyon jó, illetve emellé még a tank megfelelő sebességgel is rendelkezik, ugye a mostani turbó mérkőzésekhez tudtok a végjátékba el tudtok érni a sebzéshez, a hátulkempelő tankokhoz, úgyhogy ez a tank egyszerűen csak egy nagyon jó kombinációja a páncélnak, a mozgékonyságnak és a brutális tűzerőnek. Ugye, és akkor a másik kérdés az, hogy melyik a legjobb táras nehéz tank a mostani játékban, ugye van ez a VZ, van az 50B, van a Kramwagen, van még, hát még ide venném egyébként a T57-et és a Rhinoceros-t is, tehát ugye ezek a járgányok vannak, ugye a Rhinoceros tudom, hogy autoreloaderes, de most vegyük úgy, hogy az egy táras tank, és én azt gondolom, hogy a Kramwagen nerf előtt a Kramwagen volt a top 1, mert több szituációban lehetett használni, de miután megkapta a nerfet, és az ágyúja egy picit rosszabb, és a mozgékonysága is egy picit rosszabb, én azt gondolom, hogy a VZ-55 átvette a legjobb táras nehéz tank helyett. Második helyre tudnám rakni a Kramwagent, vagy az 50B-t, pálya függő, hogyha huldonos pálya, akkor Kramwagen, hogyha nyitott pálya, kevés huldonnal, akkor pedig az 50B a jobb, és utána tudnám rakni a T57-et, és legutoljára tudnám rakni a Rhinoceros-t. Úgyhogy én nagyjából így rangsorolnám a táras nehéz tankokat. Mindenki próbálja meg kiúzni ezt a tankot, és még egy nagyon fontos tipp, srácok, hogyha végigmentek ezen az ágon, akkor szoktátok kérdezni, hogy melyik ágyút érdemes használni ugye ezekre a tankokra, és mindegyikre, ismétlem, mindegyikre a táros ágyút ajánlom.
Talán a 8-asnál ki lehet próbálni az egylövetűt is, mert ott ilyen 50-50, melyik működik jobban, az emberfüggő, nekem a táras jött be jobban. A 9-esnél mindenképpen a táras használjátok, a 10-esnél pedig mindenképpen a tárasájút használjátok. Úgyhogy srácok, itt sikerült ez a mai videónk, remélem tetszett, illetve meghoztam a kedveteket, hogy kihúzzátok ezt a járgányt. Hogyha így volt, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. Ne felejtsétek el feliratkozni hasonló tartalmakért, Discord szerverre csatlakozzatok, ott lesz a link a videó leírásába, illetve, hogyha szeretnétek támogatni a munkásságomat, akkor csatornatagát tudtok válni, annak is a linkje ott lesz a leírásba, illetve lesz egy köszönet gomba a videó alatt, ahol tudtok nekem borravalót hagyni. Srácok, legyen szép napotok, legyen szép csatáitok, és szép csatáitok, az szép csatáitok, legyen jó csatáitok, és találkozunk a következő videóban, vagy a streamen, annak is a linkje benn van a videó leírásában, oda is csatlakozzatok. Köszönöm a kitartó figyelmet, sziasztok!